Üdvözlünk minden kedves nézőt és hallgatót a Budapesti Corvinus Egyetem Eurázsia Központ mai Eurázsia kerekasztal beszélgetésén, amelynek címe Eurázsia hajnala. Horváth Levente vagyok, az Eurázsia Központ igazgatója. Az Eurázsia Központ a Magyar Nemzeti Bank támogatásával jött létre a Budapesti Corvinus Egyetemen idén februárban, és a központ célja, hogy a 21. században kialakuló új multipoláris világrenddel kapcsolatban megfelelő, naprakész tájékoztatást adjon, ezzel támogatva a magyarországi döntéshozókat, kutatók és a hallgatók felkészülését az új világrendhez történő alkalmazkodásra. A központ februárban indította el az Eurázsia Kerekasztal című előadássorozatát, amelynek első két részében Kínáról és Oroszországról, mint az eurázsiai világrend két nagyhatalmáról beszélgettünk kutatókkal, professzorokkal. Ezeket a videókat és az Eurázsia Központ munkájával és az eurázsiai régióval és világrenddel kapcsolatos további információkat az Eurázsia Központ honlapján www.eurasiacenter.hu és a Facebook oldalán, a Eurázsia Központ oldalon tekinthetnek meg. A mai Eurázsia Kerekasztal beszélgetés témája Eurázsia hajnala. Európa és Ázsia összekapcsolódásáról, ennek az új világrendnek kialakulásáról beszélgetünk meghívott vendégeinkkel. Szapáry György, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, volt washingtoni nagykövet, Csizmadia Norbert, a Padme Alapítvány elnöke, geopolitikai szakértő, és Horváth Marcell, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, az Eurázsia Fórum főszervezője. Üdvözlöm a vendégeket, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást a mai beszélgetésre. Továbbá a nézőknek jelzem, hogy az előadás során lehet kérdéseket föltenni. A Zoom-ban alul látható Q&A ikonra kattintva, amelyet a beszélgetés végén fölteszünk a résztvevő vendégeinknek. Ahogy említettem, a mai témánk Eurázsia hajnala. A 2000-es évektől kezdve Eurázsia jelentősége megnövekedett, ezért egy eurázsiai korszak kialakulásáról beszélhetünk, melynek során a gazdasági, politikai hatalom egyre inkább kelet felé tolódik. Ahogy a jeles geopolitikai szakértő Parag Khanna vélekedett erről, a világ ázsiaivá válik. Ezzel párhuzamosan egy új több központú világrend van kialakulóban, ahol a konnektivitás és a komplexitás révén Európa és Ázsia egysége új értelmet nyer, a 21. század pedig Eurázsia évszázada lehet. Peter Frankopan brit történész a kínai övezet és út kezdeményezést vizsgálva már az eurázsiai szuperkontinens kialakulásáról ír. Bruno Massaes portugál politikus szerint pedig egy új világtérkép létrejöttének vagyunk tanúi, melynek során az USA globális erejének gyengülésével párhuzamosan az ázsiai országok felemelkedése keletre billenti az erőegyensúlyt, létrehozva a Lisszabontól Jakartáig terjedő új földrajzi entitást, Eurázsiát. Kent E. Calder, a John Hopkins Egyetem professzora úgy látja, hogy a hidegháborút követően a gazdasági növekedés központja Kelet-Ázsiába helyeződött át. A geopolitikai viszonyok átalakulása, Európa és Ázsia újrakapcsolódása pedig egy új szuperkontinens születését vetíti elő, amely az európai-kínai partnerségen alapszik. Csizmadia Norbert elnök úrtól nagyon sok cikkben olvashatunk az Eurázsia és a fenntarthatóság korszakáról, de valójában mit is értünk Eurázsia alatt? Hogyan tudná megfogalmazni geográfus és geopolitikai szemmel az eurázsiai koncepciót? A földrajznak milyen szerepe és jelentősége van Eurázsia a 21. századi gazdaság és geopolitikai rendszerében? Nagyon szépen köszönöm, én is sok szeretettel köszöntöm mindenkit. Tehát, hogyha Eurázsiáról beszélünk, és különösen ugye földrajzi szemszögből kezdjük megvizsgálni, hogy mit is jelent Eurázsia, akkor azt mondjuk, hogy valóban földrajzilag egy egységet jelent, ugye a tektonikus kőzetlemezek révén már szinte 400 millió éve egy összefüggő földrajzi egységet jelent igazából az izlandi hátságtól egész az indonéz szigetvilág. Ez a terület, ez a nagyjából 55 millió négyzetkilométer terület, amely a föld, szárazföldnek a 36%-át jelenti, és a föld lakosságának pedig nagyjából a 64%-át. És azért is érdekes számunkra egyébként, nem csak földrajz, de történelmi szerepéről, talán ezen a térképen látszódik jól, hogy nagyjából egy 9000 kilométer
területen, ugye világos kék színnel jelölve a térképen, ez az úgynevezett sztyeppe övezet, amely a Kárpát-medencétől egész Kína északi részéig tart. És a történelem folyamán, itt akár több ezer évet visszamenve az időbe, ugye Grandpierre Attila kutatásai alapján négy fajta selyemútról beszélhetünk, egy őskőkori selyemútról, egy 7000 éves ősi selyemútról, az ókori klasszikus és középkori selyemútról, és valóban, ahogy Levente említetted a bevezetőben, a 21. században pedig egy új selyemút, ezáltal egy új Eurázsiának az újjászületéséről. A selyemútnak ugye azért is van nagyon fontos jelentősége, és számomra ez a térkép azért rendkívüli, mert hogyha megnézzük ezt a 9000 kilométer hosszúságú összefüggő övezetet, akkor például azt látjuk, hogy a világ legjobb talajai ez a sztyeppe területen helyezkedtek el. De nem csak a talaj, nem csak a mezőgazdaság, a kultúra, a civilizáció, a korszak legfontosabb innovációi, ugye a két pólusa ennek a területnek, ez a nagyjából 24 millió kilométer terület, amelynek az egyik pólusa a Kárpát-medence, a másik oldalát pedig ugye Kína jelentette. És akár itt az ókorban, az időszámításunk előtti második századtól végig a középkorig, egészen a nagy földrajzi felfedezés megjelenéséig, amikor egy szárazföldi korszakról beszéltünk, ugye ezen a térképen a 11.-12. századi egész hálózatot, úthálózatot, kereskedelmi, gazdasági, kulturális, politikai hálózatot látjuk a térképen. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük, vagy megvizsgáljuk ezt az egész kérdést, ahogy szintén ugye a felvezetőben már szó esett róla, geopolitikai szemszögből mit is jelent magam Eurázsia, akkor talán John Harford Mackinderhez visszatérve, Eurázsia maga a világsziget, amelynek a közepe az úgynevezett ilyen Heartland terület, és az egész 20. század geopolitikája arról szólt, hogy aki irányítja a Heartland területet, az irányítja a világszigetet, aki a világszigetet tudja irányítani, az tudja irányítani az egész világot, és a térkép alján ugye később ugye Spikeman vagy Brzezinskinek az egész 20. század és különösen az angol szász geopolitikai iskolára ez a két térkép rendkívül fontos rávilágítást adott. Tehát én azt gondolom, hogy mind Amerika részéről Eurázsia kérdésköre nagyon fontos volt. És valóban azt látjuk, hogyha megnézzük 2000 és 2010 között az egyes országok gazdasági növekedését, akkor azt mondhatjuk, hogy elindult a világ gravitációs tengelye Kelet-Ázsia irányában, tehát ezen a térképen is ugye azt látjuk, hogy India, de különösen Kína, amely a leggyorsabban tud növekedni. De nem csak, hogy a leggyorsabban növekszik, hanem hogyha a GDP vásárlóerő paripáson néző GDP térképét nézzük, akkor 2017-ben már Kína meg is előzte az Egyesült Államokat, és ugye a jövő tekintetében Japán, India, Indonézia, amely szintén a top 10 országba kerülhet bele. És ha például 2019-re fókuszálunk, akkor azt látjuk, hogy a gazdasági növekedés, a világ gazdasági növekedésre adott válaszaiban különösen Kína és Dél-Kelet-Ázsia volt, amely a növekedésnek a 63%-át adja, és ahogy ugye említettem, ugye Danny Koo a London School of Economics, vagy a később ugye a Singapore National University of Singapore-nak a dékánja készített egy rendkívül izgalmas elemzést, ahol megnézte, hogy a történelem során a világ gravitációs erőközpontja merre vándorol, és az ő számításai alapján 1980-tól ugye 2020-ig mintegy 9000 kilométert vándorolt keletre, tehát ugyanaz a sztyeppe övezetnek a 9000 kilométere azért az végig is kísér, és valóban egyértelmű, hogy Ázsia és Kelet-Ázsia felemelkedéséről szól maga Eurázsiának a születése. Ha megnézzük ezen a térképen egyébként a népesség és a GDP-nek a területi elosztását, nagyon szépen kirajzolódik, ahogy Levente a bevezetésben is említetted, hogy valóban egy több központú és multipoláris világrendről beszél. Ezen a térképen pedig azt látjuk, tényleg röviden összefoglalva, hogy a világ GDP-nek az 50%-át a pirossal jelzett területek alkotják, és azzal, hogy megerősítve, hogy valóban ez a világ egy többpólusú világrendről van szó, 2021-es legfrissebb nominális értéken számított GDP-nek a területi megoszlását vizsgálva, ugye az Egyesült Államok, Európa, Közel-Kelettel, Közép-Ázsiával és Kelet-Ázsiával összekapcsolódva valóban egy fontos új korszakot jelent. De ezt a korszakot azonban tényleg az övezet és útkezdeményezés jelenti, amelynek a legfontosabb lényege az,
hogy a fejlődés tengelyét az óceánokról áttegye, visszategye a szárazföldre, és kereskedelmi, pénzügyi, kulturális, gazdasági, oktatási, tudományos, egészségügyi szintén hálózatok formájában 6 gazdasági folyosón keresztül összekapcsolja Európát és Ázsiát. És ahogy valóban ugye különböző szerzők, Peter Frankopan a Sejemút és az új Sejemút című könyvében, vagy Parakana Future is Asian, vagy a Connectography című könyvében, ugye Parakana azt mondja, hogy a versenyképes összekapcsoltság a 21. század geopolitikának a legfontosabb kihívása, ugye 1 millió kilométer internetkábel, 2 millió kilométer csővezeték, 4 millió kilométer vasútvonal, és 64 millió kilométer úthálózat, amely összeköti a különböző szárazföldi területeket, de nem csak az infrastruktúra, hanem a tudás, a légi összekapcsoltság, és itt a globális városokkal kapcsolatban egy új 21. század geofúziós térkép születik. Ugye Bruno Massieu, aki azt mondja, hogy minél jobban gyengül Európa, annál jobban erősödik Eurázsia, és végül pedig tényleg még egy gondolattal, ahogy Robert D. Kaplan pedig azt mondta, hogy a 13. századhoz hasonlóan, ugye a Palasz Athéné könyvkiadó jóvoltából megjelent Visszatérés Marco Polo világában című könyvben, egyre hasonlít a 13. század Sejemút világához. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a kapcsolatok, a fúziók, a hálózatok, a komplexitás, a fenntartató világában valóban egy új korszak, egy új évszázad indult el, amely már nem Európáról, Ázsiáról, hanem az összekapcsoltság tekintetében Eurázsiáról fog szólni. Köszönjük szépen az átfogó bemutatást az Eurázsia koncepció kapcsán, és akkor megnéznénk, hogy ugye a korábbi unipoláris világrend, ahogy átalakul multipolárissá, hogy Amerika hogyan látja. Ugye Szapáry György elnöki főtanácsadó úr volt washingtoni nagykövetként, nagy rálátása volt az USA külpolitikájára, de jelenleg is sokat foglalkozik az USA-val, és nemrég tért haza az USA-ból, Amerikából. Úgyhogy akkor kérdezem elnöki főtanácsadó urat, hogy Amerika hogyan áll az Eurázsia koncepcióhoz, és a legújabb fejlemények tükrében ön szerint a Biden kormányzat Kína ellenes lépései és az orosz ellenes lépései miként befolyásolhatják az eurázsiai országok együttműködését? Köszönöm szépen a meghívást, és mindenkit szeretettel üdvözlök. És valóban, hogyha egy új kontinens Eurázsia hajnaláról beszélünk, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy melyik mostani, vagy ez idáig a világhatalom. És tudni kell azt, hogy érdemes tudni azt, hogy egy nagy hatalom kialakulásához milyen feltételekre van szükség. A méret számít, a népesség, a szárazföldi terület, a GDP nagysága, a világkereskedelembe betöltött szerepe, tengerekhez való hozzáférés, katonai erő és világvezetői ambíció. Ezek a feltételek mind jellemzőek Amerikára, és egy-két kivétellel Kínára is. A kivétel egyelőre az, hogy a renminbi nem tartalékvaluta, mint a dollár, és a katonai ereje egyelőre jóval kisebb, mint Amerikája. A II. Világháború óta az Amerikai Egyesült Államok a legerősebb gazdasági és a legnagyobb katonai erővel rendelkező kontinens a világon. A nemzetközi pénzügyi rendszerben a dollár dominanciája érvényesül, ami sok előnyt jelent Amerika számára. Külpolitikáját a valós és vélt geopolitikai érdekek vezénylik. Ez egy konstans, egy téren nincs különbség demokrata és republikánus adminisztrációk között, legfeljebb hangsúlyeltolódások vannak, amennyiben egy adott helyzet ezt megkívánja. Amerika kivételessége, amiről ugye hallottuk, American exceptionalism angolul, nagyon népszerű gondolat Amerikában. Az emberek elhiszik Amerikában, hogy a szabad világ vezetője. Jól illusztrálja ezt Amerika geopolitikai elkötelezettségének az a magatartás, ami abból áll, hogy bekerítés, hogy kerítsék be a volt nagy ellenség, Szovjetuniót. Ezért amerikai katonai bázisokat építettek föl. Norvégiától kezdve
Anglián, Németországon, Spanyolországon, Olaszországon, Görögországon, Közel-Keleten, Fülöp-szigeteken, Dél-Koreán át Japánig. Na most jegyezzük meg, hogy ez részben bekeríti Kínát is délfelől, és dél-kínai és dél-kelet-ázsiai tengerek felől, ami érthető módon aggasztja Kínát. Ezért a dél-kínai tenger egyes szigetein Kína fejleszti a hadi kapacitásait, és azt hangoztatja, hogy Amerikának hogy semmi keresnivalója nincs, ugyanakkor ez aggasztja olyan országokat, amelyeknek felségvíz vitájuk van Kínával, ilyen a Fülöp-szigetek, ilyen Malajzia, ilyen Szingapúr, ilyen Korea, ilyen Vietnám. Most Amerika egyedülálló nagyhatalma kihívóra talált, amikor megjelent a porondon egy másik nagyhatalom, amely világ befolyásra törekszik, Kína. Kína lakossága négyszer akkora, mint amerikai, és most már a legnagyobb mértékben járul hozzá a világ GDP-nek a növekedéséhez. Nagyon erős az oktatásba és a tudásba vetett hite, és hatalmas az innovációs képessége. Geopolitikai ambícióját jól mutatja, hogy a hadi kiadásai, bár jóval kevesebb, mint a fele az amerikaiaknak, Kína az egyetlen fejlett ország, ahol a hadi kiadások 10 éve évről évre növekszik. Az egyövezet, egyút egy erőteljes kísérlet, hogy Kína befolyást szerezzen a földrész minden táján, közben több köztes célt is szolgál, például leköti az ország ipari kapacitásának és pénzügyi tőke feleslegét, továbbá Nyugat-Kína területét fejleszti, és így kiterjeszti Kína geopolitikai terét. Biden elnök a minapi kongresszusi beszédében mondta, hogy Xi Jinping halál komolyan veszi, hogy a világ legbefolyásosabb nemzete legyen. Ezek Bidennek a szavai. Ez mutatja, hogy Amerikát mennyire aggasztja Kína felemelkedése. Biden, Trump elnök egyetlen Kína elleni korlátozásait nem enyhítette, sőt, további szankciókat vetett ki a Huawei-ra és a ZTE-re, amelyek élen járnak a 5G technológia gyártásában. Tehát én így látom Amerika szerepét Kínával szembe, és Kína szerepét Amerikával szembe, és majd a következőkben ebben egy kicsit részletesebben felvázolnám a gondolataimat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük. És akkor egy kicsit Magyarországra térve itt az Eurázsia koncepció keretében. A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben indította el az Eurázsia Fórum rendezvényt, amelyet minden évben megtartanak, és Horváth Marcell ügyvezető igazgató úr ennek a főszervezője, úgyhogy akkor kérdezem Horváth Marcell ügyvezető igazgató urat, hogy mi ihlette az Eurázsia Fórumot, mi a célja és milyen a fogadtatása. Az eddigi tapasztalatok alapján az Eurázsia Fórum miként segítheti elő a szuperkontinens országai közötti politikai, gazdaság és kulturális kapcsolatok erősítését, és hogy az Eurázsia Fórum hogyan képes előmozdítani Magyarország összekötő szerepét kelet és nyugat között. Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit szeretettel. Egy kicsit távolabbról közelíteném meg a kérdést, tehát a kontextust is adva, vagy helyezve, hogy mi a célja az Eurázsia Fórumnak, és hogy jön ehhez egy jegybank. Ugye 2013-ban, amikor Matolcsy György elnök urat nevezték ki a Magyar Nemzeti Bank élére, akkor megfogalmazta már az előremutató víziót, hogy általánosságban újra kell gondolni a jegybankok szerepkörét, és egy innovatív, új szemléletű, a kor kihívásaival foglalkozó, és arra választ kínáló nemzeti bankká kell válni, amit akkor hangosan unortodox szemléletnek, megközelítésnek kiáltotta ki, az mára természetessé vált, valamennyi jegybank ezen dolgozott,
dolgozik, és a nemzetközi párbeszéd, konferenciájak alapvető témája nem az, hogy újra kell gondolni, hanem hogy milyen tág keretet kell adni tulajdonképpen a jegybank szerepvállalásának, és hogy most ez a, egyébként a koronavírus járvány jól megmutatta a bővülő jegybanki feladatköröket, tehát a világ valamennyi jegybankja nagyon is aktív és hatékony szerepet vállalt a gazdasági helyreállítás, és vállal még most is, gazdasági helyreállításban, növekedés megindításában, a növekedésben, tehát hogy ez egy nagyon is illő feladattá vált, ez egyébként már a Nemzeti Bank 2013 óta feladatként tekinti, tehát hogy a kormány gazdaságpolitikájának támogatása, de ugyanígy a legégetőbb és legaktuálisabb kérdések, tehát a klímaváltozás, globális felmelegedés, fenntartható fejlődés témaköre is egyre inkább meghatározzák a jegybankok munkáját, tehát a jegybankok egyre inkább zöldé válnak, zöld mandátumot is magukévá tesznek. Ahogy legutóbb egyébként a BOAU fórumon, Ázsia legnagyobb gazdasági és nemzetközi fórumja, Ignacio Visco, a olasz jegybank elnök mondta, hogy a klímakockázatot a jegybankoknak be kell építeniük a stratégiájába. Az Európai Központi Bank is zöld munkacsoportot hoz, francia, holland jegybank mint harcosai tulajdonképpen ennek a klímaváltozás elleni küzdelemnek jegybanki szinten, és ha még egy megatrendet említünk, a technológia. Tehát a technológia terén is egy hatalmas ugrás volt itt a koronavírus járvány hatására, vagy következtében, ami a pénzügyeket, tehát a pénzügyi szférát is érinti, tehát így itt is a jegybankoknak nagyon is komoly szerepük van a szabályozás tekintetében, de elég csak a digitális jegybankpénz folyamatáról vagy kialakulásáról és ezzel kapcsolatos gondolkodásra érinteni. Tehát, hogy látjuk, hogy napjainkban a nemzeti bankok egyre nagyobb szerep jut a komplex fejlődés, a fenntartható fejlődés támogatásában, és hát természetesen a jegybank, tehát a Magyar Nemzeti Bank sem kíván lemaradni ebből a versenyből, versengéből, és a sok egyéb eszköz mellett igyekszik a legjobb nemzetközi mintákat, példákat, gondolatokat, gyakorlatokat behozni, akár a magyarországi gondolkodásba is, hogy ezeket a nyugatról és keletről érkező mintákat egyrészt összeütköztetni, együttműködést kialakítani, és egy fúzionálva a leghatékonyabb, legversenyképesebb megoldást sokat kínáljuk a hazai szakértők, tudományos élet, de a diákok is a mindennapi közvélemény számára is. Tehát, hogy egyfajta együttműködési keretet, platformot kínálunk ezzel a fórummal, mert ugye itt beszéltünk, hogy igen, Eurázsia, vagy Ázsia hajnala, vagy reggele, vagy nem tudom, már reggelinél tartunk. Igen, tehát, hogy elég sok olyan példa van, minta van Ázsiában, amit érdemes megfigyelni. Olyan jövőben mutató gyakorlatok, működő gyakorlatok, amiket igenis ide kell hoznunk Európába, és igenis figyelembe kell vennünk, csak hogy néhány példa, tehát az Angliában működő Positive Money zöld szervezet a kínai jegybankot hozta ki a legzöldebb jegybanknak, tehát hogy rangsorban fölállította, ő volt az első, amely legtöbbet tesz a klímaváltozás elleni küzdelemért. Dél-Korea 19. évi GDP-ének 8%-át fordítja zöld és fenntartható fejlődési programjára, Green New Deal programra, hogy karbon semlegessé váljon a gazdaság. Az Európai Központi Bank ugye elkezdett gondolkozni a digitális euró, digitális jegybankpénz megvalósíthatóságán. Most Kína ebben a gondolkodásban kicsit előrébb jár, már a gyakorlatban teszteli a digitális renminbiét olyannyira, hogy márciusban csak egy városban 6,2 millió dollárnyi forgalmat bonyolítottak le ezen digitális renminbi használatával, és nemzetközi szintre is kilépett, a Tájföld Egyesült Arab Emírségek jegybankjával már együttműködik, és hát a cél, hogy a jövő évi, a 22-es pekingi olimpián ezt már a gyakorlatban is elinduljon és használják. Tehát, hogy, de hogy a pénzügyeknél maradva, ugye a világ négy legnagyobb kereskedelmi bankja, a kínai, vagy a japán következik a sorban, USA, és utána a hetedik
a francia BNP Paribas. Tehát, hogy van mit mintát követnünk, van hova fordulnunk, ugyanígy a technológia terén. Óriási ugrás látható Ázsiában. 5G hálózatok, szuperszámítógépek, okos városok már a gyakorlatban nőnek ki. Tehát, hogy működnek Szingapurba, Abu Dhabiba, Dubajba, elkereskedelmi platformok állozzák be egész Ázsiát, Alibaba, Tencent, szingapúri Grab, hogy lehetne sorolni, amik versenytársai az Amazonnak, Ubernek, Google-nek, stb. Tehát, hogy amíg itt Európával, mintha lemaradásban lennénk akár a technológiát is nézve, most jött ki a Boston Consulting Groupnak a ez évi jelentése, az 50 leginnovatív vállalatok listáján fő megállapítás, hogy továbbra sincs európai vállalat a 10 leginnovatív vállalatok között. 11. a Siemens, egy nagy ugrással, 30. a Bosch, tehát, hogy ezt mind ázsiai és USA amerikai vállalatok uralják a leginnovatív vállalatok sorát, és látjuk, hogy a járványban nagyon is fontossá vált az innovatív beruházások. Tehát, hogy a K plusz F ráfordításokra lemaradásban van Európa, és ezt megint Boston Consulting Group mondja, tehát, hogy olyan területeken, mint mesterséges intelligencia, robotika, kvantumszámítógépek valódi áttörések nem Európából származnak, vagy itt térségünk jelentős lemaradásban van, és tehát Ázsia mára nem technológia követő, hanem iránymutatóvá vált, hogy egyébként ezt a dél-koreaiak a zászlajukra tűzték. Tehát, hogy összegezze gyorsan, kicsit hosszúra nyújtva, tehát az Ázsia mintáknak, gondolatoknak és gyakorlatoknak, ugyanúgy a nyugatiaknak egy platformot kívánunk nyújtani, hogy ezeket a gondolatokat összeeresztve egy tudásközpont jöhessen itt létre Magyarországon, ennek az együttműködésnek egy csomópontja jöjjön létre, és egy hozzáadott értékkel is tulajdonképpen hábként emelkedjünk ki ebből, és hogy van-e eredménye, tavaly évben az online térben közel 2000-en nemzetközi, szinte 2000-en követték a fórumot, tehát hogy ezek a számok azt mutatják, hogy igen, van haszna, van eredménye, és az emberek kíváncsiak rá, akár Európából, akár Ázsiából, az ellentétes térségből érkező, illetve a saját térségből érkező gondolatokra, mert ezt csak így lehet hasznosítani, hogyha ezeket mind összefűzzük, és ezeket fúzionálva alkotjuk meg a legnagyobb kihívásokra, a jelenlegi kihívásokra a választ. Elnézést, hogy így hosszan használom, de be is fejezném. Köszönöm. Köszönjük. Tehát Ázsia felemelkedőben van, és ez nagyon sok lehetőséget rejt, és nagyon sok modellből akár mi is tanulhatunk. Csizmadia Norbert elnök urat kérdezem, hogy
A világtörténelmet nézve miként értelmezhető az új eurázsiai korszak, és mik a főbb jellemzői ennek a ciklusnak? És ahogy több cikkében is olvashattunk már Szingapúrról, Dél-Koreáról, tehát ez a kelet-ázsiai és a dél-kelet-ázsiai országokról, mi lehet a szerepük a különböző régióknak az Eurázsia koncepcióba, tehát Közép-Ázsiának és Közel-Keletnek, de ugye Kelet-Ázsiának és Dél-Kelet-Ázsiának is ebben az új eurázsiai korszakban. Köszönöm szépen. Egyrészt folytatva Szapáry úr és Marcell gondolatait, valóban nagyon fontos a technológia. A 21. század két legfontosabb jelszava, illetve három legfontosabb jelszava, az a konnektivitás, azaz az összekapcsoltság, a komplexitás és maga a fenntarthatóság. De hogyha meg akarjuk érteni ezt az egész 21. századi világot, akkor valóban a technológia felől érdemes megközelíteni a dolgot. De előtte még egy gondolat. Ha megnézzük a világ gazdaságnak a különböző súlypontjait, hogy melyik térség adta mindig az adott korszak GDP-nek a jelentős részét, egyszer egyébként 10 évvel ezelőtt ezt az Economist egy gyönyörű térképen vagy ábrában le is hozta, akkor azt látjuk, hogy időszámításunk szerinti 1-től 2010-ig tartott az ábra, nagyjából 1830-as, 50-es évekig mindig India és Kína volt a legfejlettebb két ország. Aztán természetesen az ópiumháborúkkal kezdve a nyugat kezdett teljesen előre törni, és ez a tendencia majd 2003-tól indult el, már a 90-es évek elejétől is, de 2003-ban volt az első áttörés, majd utána 2013-tól, és például, hogyha megnézzük a Löwy Institútnak azt az ábráját, vagy azt a térképét, hogy az egyes országoknak melyik a fontosabb kereskedelmi partnere, az Amerikai Egyesült Államok, vagy Kína, akkor például 2001-ben, amikor ugye Kína csatlakozott a WTO-hoz, akkor még 58%-kal sokkal magasabb, sőt 80%-kal magasabb volt azoknak az országoknak a száma, amelyek az Egyesült Államok volt a jelentősebb kereskedelmi partnere, majd 2017-re ez a tendencia teljesen megfordult, és mára 128 olyan ország van a világ térképén, amelynek Kína a legfontosabb kereskedelmi partnere, illetve jelentősebb, mint az Amerikai Egyesült Állam. Az, hogy Kína felemelkedett, és nagyjából a mérföldkövei, és majd mindjárt rátérek Eurázsiára is, de hogy a mérföldkövei mik voltak, én azt gondolom, hogy az első lépés 1980-as években a speciális gazdasági övezetek megjelenése Peking, Shanghai-ban a déli gyöngyfolyódelt, ami azt gondolom, hogy egy nagy-nagy lökést adott a külföldi beruházások számára. A következő lépés, hogy az exportorientált gazdaság, amely lehetőséget jelentett Kínának a felemelkedésre. A következő, és itt akár Shenzhen példáján a legjobb végigvezetni, ugye, hogy 2003-ban elindult ez az egész városnak egy 25 ezer fős halászfaluból a világ legbefolyásosabb globális városává nőtte ki magát 13 millió fővel. 2013-ban az övezetés út megvalósításával, elindításával ugye az új szilícium, kínai szilíciumvölgyet kezdte megvalósítani a különböző technológiai cégek bevonzásával, és 2018-ra, illetve 19-re már más települések összekapcsolódásával a Great Bay Area, azaz a kínai gyöngyfolyó delta világ egyik legfejlettebb térsége lesz. Technológiailag ugye azt mondjuk, hogy Kína 7 olyan technológiai területe van, amikor megduplázta az eredményeit, a mesterséges intelligencia, a robotika, a szuperszámítógépek, a kvantummechanika, a félvezetők és a csippek gyártása, agykutatás, genomika és biotechnológia területén. Ugye ma John Hanford Mackindernek a 21. században az új elmondata úgy hangzik, hogy aki birtokolja a ritka földfémeket, ugye az IT technológiához kapcsolódóan, az a legfontosabb szereplő. Itt azt látjuk, hogy Kína nagyjából a 95%-kal rendelkezik a ritka földfémek felett. És természetesen a szuperkomputerek tekintetében, a mesterséges intelligencia, az 5G hálózat tekintetében sokkal előnyösebb szerepe van. De természetesen, hogyha abból indulunk ki, hogy az összekapcsoltság, tehát hogy Európa és Ázsiának a legkeletibb részét, Európa legnyugatabb részével hogyan tudjuk összekapcsolni, légiúton, tengeri úton, szárazföldi úton, logisztikai részével, akkor azt gondolom, hogy az úgynevezett kaputérségeknek, gateway régióknak külön fontos szerepük van. Dél-Kelet-Ázsiában Szingapur, Dubaj,
De sorolhatnánk meg, és ugye ebben a tekintetben, ugye a 80-as években, ez a 90-es években az írekről mondták, hogy nem Európa perifériája többi a térség, hanem amikor arrébb tolták a térképet, az írek rájöttek arra, hogy félúton van Amerikai Egyesült Államok és Európa között. És akkor ugye még a gépek nem tudtak egyből leszállni Európába, hanem Írországban tankolniuk kellett. Ez természetesen később a Celtic Tiger Story-t elindította. Ugyanígy én azt gondolom, hogy Közép-Kelet-Európa nem Európa keleti részén található, hanem egy új formálódó eurázsiai világrendnek a fontos kapu régiója. Magyarországgal, a Kárpát-medencével, a V4 országgal, a 17+1 együttműködéssel. A 17+1 együttműködés, csak nagyjából párhuzamot vonunk, 128-136 millió, tehát ugye Görögország lakosság számát is beleszámítva, fölről beszélünk, ez ugyanannyi egyébként, mint Peking, Shanghai és Shenzhen lakosság száma, tehát ez az a terület, amely egyébként még földrajzilag is egyfajta hasonlóságot tud mutatni. Fontos természetesen tehát a földrajzi elhelyezkedés, fontos az innovatív megoldások, fontosak a hosszú távú bátor vízió, a fenntarthatóság mindenféleképpen fontos, és én azt gondolom, hogy itt valóban, ahogy Marcel is említette, az Eurázsiai Fórum egy fontos platformot jelent. Tehát nem véletlen Ázsia legfejlettebb egyetemeinek vezetői vesznek részt rajta. A jegybankok, Korea, Kína jegybank vezetője. Tehát nem csak a banki világból, de a geopolitika, oktatási, tudományos világból. Én azt gondolom, hogy Magyarország különösen az elmúlt 10 évben fölkerült arra a geopolitikai térképre, hogy érdekesek vagyunk. Ami történik, ez a magyar modell, ugye pont Parag Khanna Future is Asian című könyvében mondta, Magyarország volt az első olyan európai ország, amely 2011-ben felfedezte a kelet jelentőségét, és a keleti nyitás programmal elsőként, zárójeles megjegyzés, ugye Parag Khannának egyfajta ősi, rokoni kapcsolat, történelmi párhuzamokkal, de hogy a leggyorsabban tudott lépni. Tehát azt gondolom, hogy amikor Magyarország és ugye Matolcsy György jegybank elnök úrnak egyrészt ugye a növekedés.hu megjelent nagyon izgalmas cikkén, hogy Magyarország hosszú távú vízióit érdemes a keleten keresnünk. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog és előremutató a jövőre nézve. Köszönöm. Beszéltünk itt az ázsiai országokról, az ázsiai felemelkedésről. Megnéztük, hogy az USA miként tekint erre az eurázsiai koncepcióra. Továbbá láttuk, hogy Magyarország is kezdeményező szerepet vállalt az Eurázsia Fórummal, de hogyan vélekedik erről Európa és az Európai Unió, teszem fel a kérdést Szapáry György elnöki főtanácsadó úrnak, Európában hogyan látják ezt, hogyan tekintenek erre az együttműködésre? Köszönöm szépen. Én egyelőre egy idézettel kezdeném, amit Trump mondott, miután nem tudom, hanyadik alkalommal találkozott Xi Jinping-el, a Kína kommunista pártnak az elnökével. Trump azt mondta, hogy Xi Jinping Kínáért van, én meg Amerikáért, ezen kívül szeretjük egymást. És közben nagyon komoly vámháborúba kezdtek. Körülbelül így néz ki a dolog. És érdemes azt mondani, hogy Kína erőteljesen fellépése Dél-Kelet-Ázsiában megosztja az országokat, Japán, Dél-Koreát, Fülöp-szigeteket, Vietnámot már említettem a felségvízi kérdések miatt, és ezek az országok ezáltal jobban együttműködnek, és vonzóbbá találják az Amerikával való együttműködést. Saját érdekükben. Na most, ami Európát illeti, azt két dologgal lehet jellemezni. Először is figyelembe kell venni Európának az Oroszországgal való kapcsolatát, ugye Oroszország része az Eurázsiának. A Krím-félsziget elfoglalása óta bevezetett Oroszország elleni szankciók nyomán felerősödtek a kapcsolatok Kína és Oroszország között. Felgyorsultak az orosz fegyverszállítások, közös hadgyakorlatokat végeztek, új Szibériából induló földgázvezeték megépítésében állapodtak meg, több agráriumot és élelmiszert exportálnak. Márciusban Lavrov
orosz külügyminiszter és Wang Yi kínai kollégája Guilin városában találkoztak, és megállapodtak egy stratégiai közreműködésre. Ezt természetesen Amerika nem jó szemmel nézi. Tehát Kína megerősítése és nagyhatalmi ambíciói komoly geopolitikai mozgásokat indítottak be, és aggodalmakat keltettek a világ különböző részein. Érdemes kihangsúlyozni, hogy Kína felemelkedése mindenképpen egy új bipoláris világrend kialakulásához fog vezetni. Nagy kérdés, hogy ebben az új világrendben hogyan tud Európa érvényesülni, és itt rátérek a kérdésedre, és megőrzi befolyását. Európa látszólag a két nagyhatalom között próbálja megtalálni saját útját. Például, míg beáll a Kína elleni szankciók mögé Xinjiangi emberjogi sértések miatt, az EU befektetési megállapodást kötött Kínával múlt decemberben, amit Amerika szintén nem néz jó szemmel. Fontos kitérni az Oroszországgal való kapcsolatra is. Biden keményebb álláspontot képvisel Oroszországgal szemben, mint Trump. További szankciókat vetett be, részben a vélt amerikai választásokba való beavatkozásért, részben Navalnyi fogvatartásáért, részben a különböző vélt megmérgezési kísérletekért. Európa itt is védi saját érdekeit. Beállt a szankciók mögé, de erélyes amerikai nyomás ellenére tovább építik az északi áramlatot. Viszont Európa nem teljesen egységes. Például Svédország és Egyesült Királyság amerikai nyomásra betiltotta a Huawei G5-ös hálózat építését, míg más európai országok még nem döntöttek és kivárnak. Elmondható, hogy az a véleményem, hogy Amerika még sok évtizedekig nagyhatalom marad, de relatív pozíciója a világban gyengülni fog. Kína megállíthatatlanul fel fog zárkózni melléje, mint világhatalom. A nagy kérdés, hogy ez a folyamban több-kevesebb, de nem túlzott feszültségeken keresztül békésre fog-e végvenni. Leskelődnek veszélye. Mert ha a versengés, a világkereskedelem és a tőkemozgások komolyabb korlátozásához, az ellátási láncok felbomlásához, ne adj Isten regionális háborúskodáshoz vezetnek, azok igen káros következményekkel járhatnak a világ számára. Viszont minden verseny, kihívás lehetőséget is hordoz magában. Például felgyorsíthatja a digitalizációt, a mesterséges intelligencia elterjedését, a kutatásoktól a mindennapi életviteledig felgyorsíthatja a zöldítést. Ezeken a területeken nagy lehetőségek kínálkoznak a nagyhatalmak békés együttműködésére, és ebben Európa, annak ellenére, hogy nincsenek meg neki azok a nagyhatalmi feltételei, amikről a legelején beszéltem, de a kultúrájánál, a történetelé keresztül befolyásos lehet, egy ilyen együttműködésben a két nagyhatalom között tudná megtalálni a saját helyét és a saját befolyását. És lehet látni, hogy Európa erre törekszik, azt is lehet látni, hogy Európa nem mindig teljesen egységes, de ez már a vele járója a történelmünknek, de én úgy látom, hogy ez lesz az a világrend, ami ha megmarad a béke, fog kialakulni. Egyesült Államok, Kína, két nagyhatalom, Európának nagyon komoly befolyása, a kultúrája, történelme, tapasztalata, kutatási és innovációs tehetsége folytán, mert ne felejtsük el, Európában azért nagyon nagy a kutatási és innovációs tehetség. Egy részét ugye Amerika elszívja, de ennek ellenére megmarad. Tehát én így látom egy békés jövőnek a kialakulását. Köszönöm. És azt jól láthatjuk, hogy akkor Európában egyes tagállamok, de tehát hogy nincs meg a nagy egység, egyes tagállamok azért mégis versengenek kínai együttműködésekért, kapcsolatokért, és de ahogy hallhattuk, Magyarország az elsők között volt, hogy kelet felé fordult. Na most akkor itt az Európa Unióban az Eurázsiai Fórum
Mennyiben jelent segítséget az európai és az eurázsiai gazdasági és kulturális kapcsolatok erősítésében, és hogy Eurázsia Fórumot Európában miként fogadták, mert azt láttuk az Eurázsia Fórumnak az előadói népsorában, hogy tényleg nagyon komoly kínai, dél-koreai, szingapúri felsővezetők vettek részt, hogy Európában hogyan fogadták ezt az Eurázsia Fórumot, ahogy Magyarország ezt kezdeményezi, nyitottak, vagy még kivárnak, érdeklődéssel figyelik, mi a helyzet az Eurázsia Fórumnak az európai megítélésével? Kérdezem Horváth Marcell ügyvezető igazgatóra. Igen, azt látjuk, hogy Európa és Ázsia között azért a gazdasági, társadalmi, geopolitikai kapcsolatok folyamatosan, mondhatni exponenciálisan bővülnek, és hát vannak ilyen tematikus kérdések, fenntarthatóság, technológia, digitalizáció, amik jó együttműködést adhatnak, és itt már Szapár úr említette a befektetési megállapodást, amit egy kvázi ilyen éteri, geopolitikai pillanatban kötött meg az Európai Unió, amikor Trump elnök még vagy már nem, de Biden még nem volt ott a Fehérházban, és akkor gyorsan megkötötték, kihasználva tényleg ezt az átmeneti időpontot. Persze, igen, az USA egyből jelezte, hogy a következő ilyen tárgyalásnál szívesen ott ülne ő is az asztalnál. De igen, lehet, hogy ez az irány, hogy ki kellene, tehát hogy fölmerült Európába, hogy egy geopolitikai Európai Unió létrehozása, ahol az Európai Uniónak önálló politikája is van, és egyensúlyoz a nagyhatalmak között a saját érdekeit előtt térbe helyezve, hiszen ez a befektetési megállapodás is nagy rész erről szól, tehát hogy egyik főpontja a fenntartható fejlődés, tehát hogy a Párizsi Klímaegyezmény be kell tartani, és a fenntartható fejlődés alapelveit is szem előtt tartva, de azért mégiscsak a legfőbb jelentősége, hogy megnyílik a kínai piac az uniós cégek előtt, méghozzá a korábbiakhoz képest egy egyenlítette versenyfeltételek mellett. Tehát ugye korábban előírás volt, hogy bármilyen külföldi cég Kínába csak együttműködő, egy kínai céggel együttműködve vegyes vállalat formájában működhetett. Ezt most előleg Kína vállalást tett, hogy ezt föloldja, méghozzá a legfontosabb szegmensekben, vagy hát iparágakban, így a feldolgozóiparban, ami az európai autóipar számára nagyon is egy nagy segítség lehet. De a pénzügyi szektort is megnyitják tulajdonképpen az uniós cégek előtt, logisztikát, különféle szolgáltatásokat, egészségügyi szolgáltatásokat, és természetesen a K+F kérdéskörét is. Tehát hogy lehet, hogy ez az irány, hogy hogy lehetne tulajdonképpen az uniónak fontos kérdésekben együttműködést kialakítani. Nyilván ezt a németek, a francia duó hozta meg, és tegyük hozzá, igen, az Európai Unió eléggé széttöredezett, akár Közép-Kelet-Európában, és ugye a legfrissebb hír, hogy a 17+1-es együttműködésben Litvánia már bedobta, hogy lehet, hogy ő mégis kilépne ebből az együttműködésből. Nyilván ott vannak más megfontolások, ugye az orosz ország közelség és az Oroszországtól való félelem az nagyon is meghatározva a litván külpolitikában, de hogy széttöredezett, amíg Görögország, spanyolok még nem, de olaszok ugye csatlakoztak a Ujsejem úthoz, és várják a beruházásokat. Addig vannak kritikus, főleg a balti államok és a északi államok kritikusak Kínával szemben, noha az elmúlt években ugye Németország legnagyobb kereskedelmi partnere. Tehát, hogy hogyan fogadták? Igen, valószínűleg, hogy szükség van egy önálló gondolkodásra az Európai Unión belül is, amely egyensúlyt teremt nyugat és keleti nagyhatalmak között, és talán ez az Eurázsia Fórum egy jó platform lehet erre, hogy megmutatjuk, hogy mik a jó minták egyik és másik oldalon, mit lehet hasznosítani, és hogyan lehet hasznosítani, és igen, voltak ázsiai nagy előadók, de Európából is érkeztek, az EBRD alelnöke felszólalónk volt, ahogy a nagy egybankok is képviselték magukat, tehát hogy egy nyitottság az van, érdeklődés is van, mert
most olyan helyzetben vagyunk, hogy minden gondolatra szükség van, amit föl lehet használni. Nyilván, ha a járvány újból lehetőséget biztosít az emberek közötti kapcsolatépítése, a networking kialakítására, egy különböző térségek gondolatainak összekapcsolására, akkor ez is egy nagyon jó platform lehet. Hogy egy példát mondjak, a szingapúri monetáris hatósággal is ennek peremén, vagy hát ennek keretében építettünk föl egy olyan együttműködést, egy állandó vendégeink, előadóink, az ottani jegybanknak ként működő monetáris hatóságnak a előadói, és tavaly megkötöttük egy digitális, tehát egy fintech témával együttműködési megállapodást a két jegybank között, és részt vehettünk Szingapúr Fintech Fesztiváljának a szervezésében. Tehát, hogy ilyen lehetőségek vannak, hogy elindulunk és kiépítünk a kapcsolatokat a különböző partnerintézményeknek a számunkra fontos témákba, és azért azt látjuk, hogy hatalmas tudás halmozódik és halmozódott föl Ázsiában is. Ezeket a tudásokat érdemes ide behozni, vegyíteni, és egy lehetőséget biztosítani erre a tudás megosztásra, hiszen azért a 21. század a tudásról szól, ennek kínálunk platformot, és ezt ösztönözzük a magunk adta lehetőségeink és kereteink között. Köszönöm. Közben már jönnek a nézőktől a kérdések, már több is beérkezett, egy kicsit összerakva őket, kérdezem akkor a vendégeinket. Ugye nagyon érdekli a közönséget ez az Amerika, Kína, Oroszország, Európa, és ezeknek a egyensúlyozása és összecsapása. Tehát, hogy a Biden adminisztráció Oroszországgal és Kínával is komoly szócsatákba keveredett az elmúlt hetekben, hónapokban, szankciókat is bevetett ki az USA Kína és Oroszország ellen, amelyre válaszszankciók is érkeztek. Tehát, hogy az USA több fronton is harcot indított. Ennek következtében egy kínai-orosz együttműködés kialakulása látható, és hogy hogyan látják, hogy mi várható az eurázsiai világrend kialakulásában. Például az egyik nézői kérdés, hogy akkor Amerika most azon dolgozik az ázsiai szövetségeseivel, hogy ezt az eurázsia koncepciót megállítja, vagy legalábbis késleltesse. Továbbá, ha létrejön ténylegesen egy ilyen eurázsia, erős eurázsiai világrend, akkor Amerika véglegesen elveszítené a vezető szerepét, ugye Szapáry úr már említette, hogy egy bipoláris világrend lenne, de lehet, hogy multipoláris, és hogy USA el tudja fogadni azt, hogy már az általa vezetett unipoláris világrend az multipoláris világrendé alakult el, és hogy meddig mennek el, az egyik kérdezőnk föltesz, hogy az USA politikája elvezethet-e háborúhoz, világháborúhoz a nagyhatalmak között. Tehát, hogy így nagy geopolitikai szemszögből nézve az egész világrendek kialakulását kérdezem, esetleg akkor, nem tudom, Szapáry György elnöki főtanácsadó úr. Igen, tehát ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés. Amit figyelembe kell venni, az, hogy egyfelül az teljesen igaz, hogy a fejlődés, gazdasági fejlődés Ázsiában sokkal gyorsabb lesz a következő évtizedekben, mint nyugaton, Amerikában vagy Nyugat-Európában. Ugyanakkor Amerika megmarad egy nagy hatalom, nagyon sokáig. Tehát nem szabad leírni Amerikát. És a külpolitikájában a nagyhatalmi érdekeit érvényesíteni akarja. Hogy aztán ez milyen formában történik meg, azt most egyelőre nehéz megmondani, de már azt látjuk, hogy a versengés oda vezetett, és nem csak Biden, már Trump is elkezdte, meg az előző kormányok is elkezdték ugye nyomást gyakorolni, visszatartani Kínának a beavatkozásait a dél-kínai tengeren, átrepülések Taiwanon keresztül, közös a hadgyakorlatok. Ezek mind aggasztják Amerikát. Most amit figyelembe kell venni, hogy ugyan bipoláris lesz a rendszer Amerika és Kína között, de ott van Oroszország. És Oroszországnak is vannak nagyhatalmi ambíciói, még akkor is, hogyha a gazdaság egyelőre ezeket az ambíciókat nem tudja érvényesíteni, de nagyon nagy hadserege van,
tehát hadsereggel tudja vagy tudná érvényesíteni. És itt azt kell tudni, hogy Európa itt a kettő között van, és Európa annyiban is megosztott, hogy egyes országok sokkal jobban tartanak Oroszországtól, történelmi okok miatt, a balti ország és Lengyelország, mint más országok. És azt nem szabad elfelejteni, hogy Amerika, mint a NATO-nak a legerősebb tagja, megvan a befolyása és a nyomás gyakorlása. És elképzelhető, hogy egyes kérdésekben Amerika olyan nyomást fog gyakorolni az egyes országokra, amelyek azt fogják mondani, én inkább Amerikával vagyok, nehogy elveszítsem az ő védelmüket. Tehát ez egy összetettebb dolog, és lehetséges, hogy a dolog annyiban békés lesz, hogy biztos nem lesz atomháború, de lehetséges, hogy a nagyhatalmak régiókba fognak összetűzni, mint például Szíriába, Afganisztánba, más országokban is. Ez se jó, de ez nincs kizárva, mert már most is történik. Tehát én úgy gondolom, még egyszer ismétlem, hogy rivalizálás nagyon erős lesz, Amerikát semmiképpen sem szabad leírni, úgy, mint hogy nem szabad semmiképpen sem leírni se Kínát, se Oroszországot, és valahogyan, hogy meg kell teremteni a békét, és megtalálni a közös együttműködést, ami ezt a világot jobbá és szebbé teszi. Köszönöm. Csizmadia Norbert, elnök úr. Nagyon röviden kiegészítve, ugye Edward Lütwák a geoökonomia atya, ő azt mondta, hogy a 21. század kevésbé a háborúkról, mint inkább a zárt piacokért és a piacokért fog folyni, és azt gondolom, hogy a földrajzi hely igenis számít, tehát ez rendkívül fontos. Valóban tudás, technológia, tehetségek és a tőke korszaka következik az elkövetkezendő időszakban, és ugye nem csak Európával, de ugye láttuk, hogy a Kínában tavaly novemberben a regionális együttműködés ugye Koreával, Japánnal, Ausztráliával, tehát a regionális átfogó partnerségi megállapodás, tehát én is azt gondolom, hogy ebben a több központú világrendben kell egy olyan közös pontot találni, és erre azt gondolom, különösen tavaly ugye a Covid-járvány azért még jobban felerősítette, ugye sokan mondják, hogy nem változtatta meg a történelmet, hanem felerősítette a korábban elindult megatrendeket, és erre azt gondolom, hogy a fenntartatóság egy hosszú távú, fontos válasz lehet. Köszönöm. Horváth Marcell, ügyvezető igazgató. Hát, maximum csak kiegészítve, hogy a szövetségesi politikák tulajdonképpen fölértékelődnek. Ugyanakkor biztos lesznek olyan témák, amikben lehet együttműködni, hiszen a múlt héten földnapján a nagy USA összehívta egy klímakonferenciát, ahol persze Kínának vezető szerep jutott. Tehát, hogy lesznek témák, amikben megpróbálnak együttműködni, illetőleg nyilván a kereskedelmi és egyéb gazdasági nézeteltérés háború közepette szövetségeseket kialakítani, regionális szövetségi hálókat, ahol konfliktusok zajlanak majd. És talán egy példa, ugye Dél-Kelet-Ázsia egyébként a Pabuxnak a legutóbbi egyik kiadványa, David Shambo, kiváló amerikai geopolitikus, ugye ahol a nagyhatalmak találkoznak, írta le, hogy Dél-Kelet-Ázsiában ugye már művészeti szintre emelték, hogyan lehet egyensúlyozni a nagyhatalmak között, hogy egyikhez se elköteleződni együttműködést. Ilyen régióknak, mint közép-kelet-európai régió és köztük Magyarország, talán ezt kell mintaként venni, hogy hogyan tudunk úgy az én saját érdekeinket is előtérbe helyezve, egyensúlyozva egy harmonikus kapcsolatrendszert, együttműködést kialakítanunk, hogy az működőképes legyen, és akár egy szint Singapurként még inkább az együttműködés pozitívumait összegezve kiemelkedni. A szövetségi rendszer kapcsán jött is egy hasonló kérdés, ide kapcsolódó kérdés, hogy elképzelhető-e az, hogy USA magára hagyja Japánt és Koreát. Ugye Trump adminisztráció idejében érezhető volt, hogy Amerika egy kicsit elengedte a dél-kelet-ázsiai és kelet-ázsiai partnereit, de úgy látjuk, hogy Biden adminisztráció most visszatért a régi külpolitikához, miszerint a
az a Pivot to Asia, amely Obama amerikai elnök idején indult, tehát hogy visszatért Ázsiába, és most egyre szorosabb kapcsolatot ápol Japánnal, de hogy elképzelhető-e az, hogy USA magára hagyja Japánt, Koreát, vagy egyéb más ázsiai partnerét? Csizmadia Norbert, elnök úr? Gondolom, hogy nem. Tehát ugye pont, amit az előbb is mondtam, hogy a piacokért folyik a verseny, tehát Amerika számára azért Korea és Dél-Korea és Japán az egy fontos piac. Tehát például csak Japánnak a GDP-et megnézzük kétszer akkora, mint az egész afrikai kontinensnek a GDP-e, tehát én azt gondolom, hogy fontos hosszú távon. Szapári úr? Én minden előfordulat, de én egyelőre ezt nem látom előre, mert Japán, a katonai bázisok Japánban és Koreában, Dél-Koreában ugyanúgy védekeznek Kína ellen, mint védekeztek, meg védekeznek a Szovjetunió ellen is. Tehát Amerika nem fogja csak úgy ott hagyni, mert akkor ezek az országok akár az ellenségei is válhatnak. Tehát Amerika minden kézzel körömmel fog ragaszkodni ahhoz, hogy megvédje, amit ő úgy véli neki a stratégiai érdekei. És ebbe beletartozik Japán, és beletartozik Dél-Korea. Horváth Marcell, ügyvezető igazgató. Hát most én is nyilván nemet mondok, tehát nem érdeke ott hagyni a megszerzett pozícióit, stratégiai pozícióit, hanem nyilván Trump idején kicsit hátrébb lépett, de most annál duplázott erővel jelenik meg ezekben a térségekben volt szövetséges államaiba. Ugye a japán miniszterelnöket vagy elnököt is fogja hamarosan fogadni Biden elnök, illetve a Quad együttműködés India, Japán és Ausztrália még jobban fölértékelődik, és már előtérbe helyeződik, úgyhogy nyilván most a szövetségesi rendszerét erősíti, és ahogy Szapár úr mondta, foggal körömmel ragaszkodik a megszerzett pozícióihoz, aminek gazdasági pozícióit is értjük ez alatt. Így van. De tulajdonképpen ezek a kelet-ázsiai és dél-kelet-ázsiai országok Kínával is ugyanúgy nagyon szoros gazdasági kapcsolatban vannak, és elmondható, hogy ebbe az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban igazából ők vannak a legnehezebb helyzetben, hogy most merre billenjen a mérleg, majd hogy nem már választaniuk kell, egy olyan időszakba értünk el, hogy Kína és Amerika között választaniuk kell, úgyhogy ezek a régiós nagy országok komoly dilemma előtt állnak, és nehéz helyzetben vannak itt a nagyhatalmak csatározásában. Nagyon sok kérdés jött még be, de az időnk tulajdonképpen már letelt, úgyhogy egy utolsó összefoglaló kérdést szeretnék mindenkihez intézni. Hogyan látják az eurázsiai világrend kialakulását, veszélyként és kihívásként, vagy lehetőségként kell tekinteni az új világrendre, főleg magyar szempontból? Tulajdonképpen a választ már megkaptuk az előadásokba, de most egy ilyen rövid összefoglaló választ kérnék szépen mindenkitől, hogy veszély Ázsia felemelkedése Magyarország számára és az Európa, vagy lehetőségek tára. Szapári úr? Köszönöm szépen. Ugye én az előbb elmondtam, hogy ebben van veszély is leselkedik, meg lehetőség is van. Én tekintsük el a veszélytől, mert azt sose tudjuk, hogy hova vezet. Lehetőség mindenképpen van, és Magyarország számára az a nagy lehetőség, hogy nem csak az, hogy az elsők voltunk, akik keleti nyitás felé fordultunk, hanem az is, hogy nagyon aktívan, most is látom, a magyar politika, gazdaságpolitika nagyon aktívan részt is vesz, és ennek már lehet látni a hasznát, tehát egy kis ország lévén, anélkül, hogy föladnánk a szövetségi kapcsolatainkat Nyugattal és az Egyesült Államokkal és a NATO-val, mi meg tudjunk profitálni, tudjunk a Kelet-Ázsia és Kelet-Ázsiának a fejlődéséből. Ez egy lehetőség. Köszönöm. Csizmadia Norbert. Én is azt gondolom, hogy ez kihívás és lehetőség egyben,
és az elmúlt 10 évben Magyarország nagyon sokat tett azért, hogy valóban ezek a kapcsolatok erősek legyenek. Még egy gondolat eszembe jutott, ugye az Eurázsia születésével kapcsolatban az összekapcsolódással összefüggésben ugye azok az országok, amelyek nem rendelkeznek tengerparttal, összesen 44 ilyen ország található, de különösen egyébként Eurázsiában található, ez az a történelmi pillanat, amikor stratégiailag, földrajzilag és stratégiailag fontos lehetőséget biztosítanak, ugyanúgy különösen a közép-ázsiai, de a közép-kelet-európai országok számára, és Magyarország valóban az elsők között ismerte föl, és nem csak stratégiailag, földrajzilag, politikai, de gazdaságilag, tudományilag, egészségügyi, zöld, fenntarthatóság, digitális sorolhatnánk tovább ezeket a kapcsolatokat, úgyhogy ez valóban egy fontos kihívás és lehetőséget is jelent. Köszönöm. Horváth Marcell, ügyvezető igazgató. Hát én csatlakozom az előttem szólókhoz, tehát ez egy kihívásokkal teli lehetőségként kell és érdemes erre az Eurázsia együttműködésre tekinteni, amely tulajdonképpen új perspektívákat nyit a hosszú távú fenntartható fejlődés előtt. Tehát azért látjuk, hogy elég sok kihívás elé nézünk így a 21. században globális szinten, és talán ez az Eurázsia együttműködés lehet egy új tudásforrás, amit érdemes kihasználnunk és élnünk vele itt Közép-Európában is. Köszönöm szépen mindenkinek az izgalmas előadást. Még nagyon sok mindenről beszélhetnénk, de az idő sajnos korlátos, úgyhogy ez volt az utolsó kérdésünk, és akkor köszönjük az utolsó válaszokat is. A mai Eurázsia kerekasztal vendégei Szapáry György, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója volt, washingtoni nagykövet volt, Csizmadia Norbert, a Padme Alapítvány elnöke és geopolitikai szakértő, továbbá Horváth Marcell, a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója volt. Köszönöm mindenkinek az izgalmas előadást, és hogy egy teljes képet láthattunk az eurázsiai világrend kialakulásáról. Köszönöm a hallgatóknak és a nézőknek is, hogy velünk tartottak ebben az egyórás beszélgetésben, és a továbbiakban ez a videó is elérhető lesz, ez az előadás is elérhető lesz az Eurázsia Központ honlapján, www.eurasiacenter.hu, és a Facebook oldalunkon is, Eurázsia Központ néven. Úgyhogy látogassák meg honlapunkat és Facebook oldalunkat, hogyha további érdekes, izgalmas cikkeket, publikációkat akarnak olvasni az Eurázsia korszakról, és megtekinthetik az előző Eurázsia kerekasztal beszélgetéseinket is, és hamarosan a mai beszélgetés is láthatják. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer előadóinknak, és akkor további jó kutatást és jó munkát kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen.